Zalakaros, Hajdúszoboszló vagy éppen Eger, ezeken a településeken is vannak Erzsébet programos szálláshelyek. A 4 vagy 5 napos üdülésekre most már többen pályázhatnak, hiszen 3 új kiírással bővítették a program kínálatát. Azokra június 30-áig lehet jelentkezni elektronikus úton. A 3 pályázat keretében alapvetően unokák és nagyszüleik vehetnek részt üdülési pályázaton. 2 gyermeket nevelő családok, tehát a szülők, törvényes képviselők és 2 gyermekük együttesen, illetve olyan szülők, szintén gyermeket nevelők, akik egyedül nevelik gyermeküket, pályázhatnak a gyerekekkel együttesen. Ezek a pályázatok június végéig akkor nyitva állnak, nagyjából július közepéig kap minden érintett benyújtó tájékoztatást a pályázati feldolgozási eredményről. A sikeres pályázat feltétele a pályázati hozzájárulás megfizetése legkésőbb augusztus 10-ig. Az összeg mindössze pár ezer forint, ezért is jelentkeznek sokan a kiírásokra. Ez a 6. éve az Erzsébet programnak. Úgy számolunk mi a most is meghirdetett pályázatokkal, hogy várhatóan hamarosan elérjük a résztvevők 1 milliós létszámát, ebbe beleértve még az egykoron táborozó gyermekeket, illetve a családdal együtt üdülő gyermekeket. Az elnyert támogatásokat, üdüléseket 2018 év végéig lehet beváltani.